Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Császár Angelika vagyok, ez pedig itt a Handicap. Mostani vendégem dr. Berecz Bernadett, és annyi mindent mondhatnék róla, hogy én most ezt a részt kihagyom, remélem elnézik a kedves hallgatók, és majd elmondja ő magáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, Angi, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Kérlek, akkor így mutatkozz be, hogy mit lehet tudni igazából rólad. Mivel foglalkozol jelenleg? Édesanyja vagyok, van 3 gyermekem, 8 és 18 év között elszórva, biológus vagyok. Nagyon szeretem, hogy biológus vagyok, és bár többen feltették nekem ezt a kérdést, hogy elhagytam-e a pályámat, amikor kiléptem a korábbi munkahelyemről, és teljes idő és erőbedobással a babahordozást támogatom, és úgy gondolom, hogy nem hagytam el, továbbra is biológus vagyok, ezt nagyon fontosnak érzem, hogy a babák és a szülők igényei egyaránt biológiai igények, amikor szeretnének egymáshoz közel lenni. Tehát a Beli Buba Baba Hordozó Iskolát vezetem társammal, Fésűs Tolmácsi Petrával együtt, a Baba Hordozásért Alapítványt vezetjük ketten, és járok családokhoz, hordozási tanácsadóként, és segítem, támogatom a szülőket abban, hogy hogyan tudják kényelmesen, biztonságosan hordozni a babájukat, kisgyermeküket, illetve most szoptatási szaktanácsadónak tanulok. Kicsit még visszakanyarodnék arra, hogy a biológusi pályafutásod egyébként az hogyan kezdődött? A 7-es voltam, vagy talán 8-os, most már nem emlékszem tisztán, amikor a genetikáról tanultunk általános iskolában, és annyira lenyűgözött, és megfogott engem a genetika, ennek a logikussága, a felépítése, hogy akkor fordult át bennem, hogy nem varrónő leszek inkább, hanem biológus, és ez a szerelem azóta is töretlenül tart. És milyen területeken dolgoztál eddig? A szakdolgozatomat mikoriza gombákból írtam. Ezek olyan gombák, amik növényekkel élnek szimbiotikus kapcsolatban. A doktori témámban fehérjék biokémiai és biofizikai tulajdonságait vizsgáltam. Tehát alapvetően molekuláris biológus vagyok. És a gyerekeim születésekor a tudományos érdeklődésem is az újszülöttek kis gyerekek irányába fordult. Lenyűgözött, hogy mennyi mindent tudnak, hogy a reflexeikkel, az ösztöneikkel képesek elérni azt, amire szükségük van, amit szeretnének tőlünk, hogy milyen ügyesen grimaszolnak, és kifejezik az érzéseiket már egészen pici korban, hogy mennyire csodálatosak a reflexeik, hogy milyen ügyesen részt vesznek a saját hordozásukban, hogy segítik a szülőt abban, hogy ők kapaszkodnak, és a testtartásukkal a reflexeik fönnmaradnak a szülő testén. Szóval akkor, ha jól értem, így volt egy alap érdeklődésed a gyökerekben, mint a biológusi irányzat, és ezt ugye nagyon-nagyon jól ráépítve követte az, hogy akkor a hordozás is belevontad gyakorlatilag. Igen, pont úgy, ahogy mondod, Angi, mert ez az érdeklődés, ez meg volt mindig bennem, szerettem az állatokat, a növényeket, a gombákat, és egy ilyen nagyon erős rácsodálkozás volt, hogy mennyire csodálatosak a kisbabák, és mennyi mindent tudnak, és hogy én akkor nem voltam első gyerekes anyaként még tisztában azzal, hogy tényleg ennyi mindenre képesek, és már ezekkel a képességekkel, reflexekkel jönnek a világra, hogy tevőlegesen részt vesznek a hordozásukban például. És ha jól tudom, többféle típusú cikket is írtál, tanulmányt is, ha jól emlékszem, ezzel kapcsolatban, ugye? Igen, 2020-ban jelent meg egy tudományos cikkünk a hordozás evolúciójáról, illetve arról is szól ez a cikk, hogy hogyan befolyásolta a hordozás az ember evolúcióját. Ez egy rangos nemzetközi orvosi szaklapban jelent meg, Infant Behavior and Development
a címe, és volt egy babahordozás külön szám, abban kaptunk helyet a cikkünkkel, és igen, ez tényleg nagyon fontos számomra, hogy a babahordozásnak van egy nagyon széles tudományos megalapozottsága, és azon dolgozom részben, hogy ezt érthető, emészthető formában a szülők és az érdeklődő szakemberek elé tárjuk. Nagyon jó ezt hallani, mert tényleg sokszor tapasztalhatjuk így az életben több területen is, hogy kevésbé, egy laikus számára kevésbé emészthető formában elénk tárnak valamit, ami egyébként egy tök jó dolog, de mivel nem emészthető formában van egy kevésbé hozzáértő, aki nem szakember az a témában, ezért így el tudunk siklani felette egészen könnyedén, de ez nagyon fontos momentum, hogy ettől függetlenül ne maradjunk le értékes írásokról akár, és ez nagyon jó hallani, hogy így erre is törekedtek, hogy igenis az értékes fajta tudást, írást, azt át tudjátok adni így bárkinek gyakorlatilag az egyszerűsítettebb nyelvezettel. És ezek a cikkek egyébként külföldön is megjelentek, vagy ennek mi volt a folyamata? Igen, ez egy nemzetközi szaklap, angolul van írtuk, mert igen, angol az egész folyóirat, és hát önmagában ez is a nyelvi akadályt képezhet, de azt gondolom, hogy sokkal inkább nem tudom, a csontok nevei latinul vannak benne, meg a szakkifejezések nyilván, amit használni kell egy ilyen folyóiratban. Igen. És igen, ez fönn van az interneten elérhető, sajnos fizetős formában, ugye ezt a kiadó így intézi, de a magyar és szerethető változatát a Belibuba babahordozó iskola honlapján fogjuk közé tenni. Örülök, hogy szóba hoztad akkor a Belibuba babahordozó iskolát. Kérlek, kicsit mesélj a kedves hallgatóknak, hogy született meg ez az egész szervezet, és milyen tevékenységet töltötök jelenleg be? Hát köszönöm a lehetőséget, igen, ez nagy szerelem. A Belibuba babahordozó iskolát 2006-ban alapította Turi Nagy Éva, és társammal, Petrával 2015-ben kapcsolódtunk be az iskola vezetésébe, és 18 óta ketten vezetjük a babahordozó iskolát. Babahordozási tanácsadókat képzünk, akik elmennek a családokhoz, és segítik a családokat tanácsadással, támogatással, kölcsönzéssel. Országszerte és országhatárainkon túl is vannak tanácsadóink. Rendszeresen képezzük a tanácsadókat, továbbképzéseket szervezünk, hogy a tudásukat napra készen tarthassák, és szeretnénk minél több családot elérni, és az a célunk, hogy a babahordozás elérhető legyen minden család számára. De félreértés ne esik, nem az, hogy minden család hordozzon, hanem hogy aki szeretné hordozni a babáját, annak legyen rá lehetősége, megkaphassa a megfelelő információkat és a támogatást hozzá. Ugye mi is, akkor elmeséljük a kedves hallgatóknak, hogy így ismerkedtünk meg, hogy én is szerettem volna nagyon a kislányomat hordozni, és Betty volt az, akit én egy javaslatra, egy kedves ismerős javaslatára felkerestem, és ő mindenféle gond nélkül, tehát nem okozott problémát az, hogy esetleg nem látok, és hogy most ezt majd hogy fogja megoldani, hogy fogja megmutatni a technikát, stb., hanem ettől függetlenül és ezzel együtt segítőkészen eljött, és meg tudta hatékonyan mutatni ezt a fajta technikát, ami a hordozáshoz szükséges, és azt gondolom, hogy ez valóban egy olyan élményt adott akkor is már, ami tényleg nagyon-nagyon érdemes átélni. Tehát az, ahogy a testközelséggel a kicsi babák megnyugszanak, és érezni még jobban a felénk, mint szülőkbe fektetett bizalmukat, és kis rezdüléseiket, ez tényleg amint a Beti is mondta, nagyon
eufórikus élmény, mondhatom ezt? Hát abszolút, én is ezt értem. Igen, igen, igen. És még ami megfogalmazódik bennem, hogy elmondod, hogy milyen típusú babahordozókkal foglalkoztok ti konkrétan? Tehát amit tanítotok konkrétan? Persze, örömmel. Mi azokkal a babahordozó eszközökkel foglalkozunk, amelyek ergonomikusak. Ez azt jelenti, hogy azt a pozíciót biztosítjuk vele a babának, ami számára fiziológiásan helyes és kényelmes. Tehát ez azt jelenti, hogy széles terpezben tartja a baba lábát, vagy föl tudja húzni magasra a térdeit, tehát az alátámasztása a babánál térdhajlattól térdhajlatig tart, és a hátát pedig támasztja végig, magasan, pici babánál egészen a tarkójáig, amíg a baba nem tudja tartani a fejét, vagy csak rövid ideig, és tehát ezeket nevezük ergonomikus hordozóeszköznek. Mi nem foglalkozunk autós ülésekkel, tehát csak azokkal, amikben a saját testünkön tudjuk a babánkat hordozni. Bocsánat, mi volt még a kérdés? Igen, hogy most, tehát konkrétan, ha meg kéne nevezned, hogy milyen típusú babahordozók vannak, és mi az, amit ti előnybe részesítetek, akkor mik lennének azok? Én nagyon hiszek a választás és a döntés szabadságában, úgyhogy mi úgy dolgozunk, hogy megmutatjuk a szülőknek a lehetőségeket, hogy milyen típusú hordozóeszközök jöhetnek szóba az ő esetükben, és a szülőt támogató célrányos kérdésekkel támogatjuk abban, hogy ő maga tudja kiválasztani. Tehát, hogy ide tartoznak a hordozókendők, amik nagyon verzátilisak, nagyon sokféleképpen lehet őket használni, viszont több időt és energiát, gyakorlást igényel a használatuk, tehát ezért nem mindenki preferálja ezeket. Nagyon sokféle formázott hordozóeszköz van, van, amelyik mindenhol csatos, van, amelyik derékon csatos, válpántja kötős, stb. Ezek mind lehetnek jók, és egy jó hordozási tanácsadó ezzel tudja a szülőt támogatni, megmutatja a lehetőségeket, segít kiválasztani, szempontokat ad, és aztán természetesen a szülőé a döntés, hogy ő mit érez magához közelállónak, van-e kedve több gyakorlatot befektetni, hogy mondjuk egy hordozókendőt használjon, vagy ő inkább a gyors pikpak megoldásokra törekszik, és akkor egy más típusú hordozót választ. Illetve vannak még a karikáskendők, amik így a kettőnek az átmenetei, hogy gyors is, nagyon sokáig el tudja kísérni a családot, viszont fél oldalra terhel, tehát ilyen és hasonló kérdésekkel, szempontokkal tudunk segíteni. De nagyon jó az, hogy így számíthatnak rátok a szülők, hogy tényleg így segítetek irányt mutatni, megmutatni új lehetőségeket, akár beszerezni idővel a saját kis kendőjüket. Ugye ebbe is tudtak így segíteni. Igen, a Beli Buba babahordozó iskola tanácsadói úgy dolgoznak, hogy nagyon szívesen adunk kölcsön hordozóeszközt, tehát a szülő eldönti, hogy melyiket próbálná ki szívesen, és természetesen egészen más, hogyha 5-10 percet van rajtam a baba, akármilyen hordozóeszközben, mintha alszik benne másfél-két órát, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy az ember mielőtt beruház egy saját hordozóeszközre, kölcsönözzön, és próbálja ki ilyen hosszú távon, sétál benne egy nagyot, vagy alszik benne a babája, és hogyha kitapasztalta, hogy melyik az, ami neki a leginkább beválik, használatban, kényelemben, bármiben, akkor utána vásárolja meg a sajátját. És ezt a hordozást egyébként férfiaknak, vagy nőknek ajánlod inkább, vagy igazából ez nemtől független? Ez teljesen független nemtől. Régebben inkább az asszonyok hordoztak csak, anyák, nagymamák, de én látom ezt a tendenciát változni, és ez nagy öröm, hogy egyre több édesapa vonódik be minél jobban a gyermeke nevelésébe, gondozásába, és nagyon sokan hordozzák is a gyermeküket. Az én férjem is hordozta mind a három gyerekünket, és nagyon sokat adott nekik, szívesen is emlékeznek vissza rá, és nekem is nagyon sokat adott, hogy amíg ők elmentek
sétálni, amikor olyan pici babák voltak a gyerekeink, és akkor elmentek sétálni együtt, és én addig azt az időt magamra tudtam fordítani egy alvásra, egy zuhanyzásra, vagy éppen munkára. Nagyon jó ezt hallani, igen, meg én azt tettem észre így az életben, hogy bár valóban ugye rohanó világ, fejlődünk, mindig gyakorlatilag minden nap van valami új inger, ami ér minket bármilyen tekintetben is, de mégis de erről szeretném úgy is, hogyha majd beszélni, hogy azért ez egy elég ősi, régi, régre visszavezethető dolog, a hordozás története maga, és mégis azt látom, hogy olyan kellemes, hogy visszatérnek erre az anyukák mindenképpen. Tehát én még anyukák, édesanyákat láttam hordozókendővel, akár a játszótéren. Tehát, hogy ez egy élő dolog, hogy a játszótéren az egyik, a nagyobbik kisgyerek játszik a többiekkel, míg az anyuka a kis babájával hordozókendőbe éppen belünk beszélget. Tehát, hogy ez egy élő dolog, és nagyon kellemes a számomra tényleg megélni azt, hogy minthogyha több lenne, mint ezelőtt. Tehát, hogy minthogyha egy ívelőbb, felfelé ívelőbb irányt venne ez a hordozó körülötti hagyomány. Igen, igen, teljesen egyetértek. Én is azt látom, hogy egyre többen választják a hordozást életük részévé, akár csak praktikusokból, akár tudatos gyereknevelés szempontjából. És igen, egyre több az apa, aki szívesen hordozza. Ez nagyon jó. Igen. Igen, én is azt gondolom. Hát én 18 éve kezdtem hordozni, amikor az első gyerekünk született, és akkor még igazán csodabogárnak számítottam, megnéztek, megszóltak, voltak kedves beszólások, és voltak kételkedők, hogy életben marad-e a gyerek. Jaj! Meghasonlók, letörik-e a feje? Jaj! Ez a leghajmeresztőbb, nem tört le a feje. Igen. És amikor a harmadik gyerekemet hordoztam, akkor már szinte csak pozitív megjegyzéseket kaptam idősebb emberektől is. Tehát volt, aki mondta, hogy jaj, engem is így vitt a tatám a hátán. De jó. Igen, tehát ez egy elég régen kezdődő dolog lehetett, hiszen akkor is ugye egyrészt fontos volt nyilván az életvitelhez kapcsolódó tevékenységek, legyen szó a modern értelemben vett, most már modern kifejezéseket használva arról, hogy munka, arról, hogy akár ha megyünk, akkor a gyűjtöget. Tehát, hogy ezeket a dolgokat így is úgy is el kellett az életben maradásért végezni, de ugyanakkor mindannyian, tehát ez bennünk van kezdetektől kezdve, azt gondolom, hogy igen, szeretnénk a gyermekeinkhez minél közelebb lenni, minél többet kiélvezni azt a lehetőséget, hogy érintkezzünk egymással gyakorlatilag. És ugye a hordozás ezt is nagyban elősegíti. Azt szeretném, hogyha így megosztanád a kedves hallgatókkal, hogy ha valakinek speciális igényei vannak, itt most a speciális igény alatt értem azt, hogy kerekesszékes szülőről beszélünk, vagy akár látássérült szülőről beszélünk, hogy ehhez ti hogyan tudtok kapcsolódni a hordozással? Igen, nagyon sok valamilyen érintettséggel élő szülő keres meg minket, akár hallássérültek, mozgássérültek, látássérültek, illetve amikor a gyereknél van valamilyen érintettség. Mi azt tudjuk hozzáadni, ami a hordozós tudásunk, és nagyon nagyban támaszkodunk arra, amit a szülő mond. Tehát, hogy mi az, ami számára kivitelezhető, vagy mi az, ami ő kényelmesnek, komfortosnak él meg. Adott esetben el szoktuk kérni a záró jelentést, hogy mi az, ami megengedett, mondjuk mennyit emelhet, vagy milyen hosszú ideig hordozhat bizonyos súlyt. De azt gondolom, hogy mindannyian, amikor gyerekünk születik, egyszerűen elkerülhetetlen, hogy fölvegyük azt a babát, és járkáljunk vele föl alá, hiszen neki igénye, és így tudjuk megnyugtatni, így tudjuk, és nagyon sokszor elaltatni, böfisztetni,
Tehát, hogy része a kisgyermekes szülői létnek az, hogy mozogjunk a babával, és azt is, hogy emelgessük. Tehát nagyon nehéz lenne ezt kikerülni, és nyilván nem is lenne jó, és a legtöbb szülő nem is szeretné, és pont a baba hordozása az, amivel tudunk hozzáadni. Tehát akár végtaghiányos szülőknek segítséget nyújthat. Igen, kerekesszékes szülők is hordoznak gyakran. Tehát ugye babakocsit tolni kerekesszékből elképesztően nehéz, nagyon sokszor nem is megoldható, és sokszor jelent segítséget a baba hordozó. Sokszor fölmerül az, hogy hozzáér a baba lába a kerékhez, hogyha befelé fordítva. Tehát ugye azt javasoljuk alapesetben, hogy a baba nézzen a szülő felé hordozás közben, de volt már erre is több példa, hogy egyszerűen kivitelezhetetlen volt, mert a baba lába rálógott a kerekesszék kerekére, és akkor kerestünk olyan hordozóeszközt, amiben ergonomikusan lehetett kifelé hordozni a babát, és átbeszéltük, hogy milyen lehetőségek vannak, mire kell figyelni ebben az esetben. Hát igen, a látássérültségről te tudnál beszélni hitelesen, hogy neked miben segített, illetve... Hát én, amit nagyon pozitívnak éltem meg, egyrészt ezt a fajta kapcsolódást, hogy amikor az ember nem csak így olvas az egészről, hanem úgy megtestesül, az már egyfajta nagyon nagy pluszt ad valakinek. Illetve a látássérültséggel kapcsolatban, amikor mi találkoztunk, nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy tudtad, hogy hogyan kezdél hozzá ahhoz, hogy megmutass nekem, hogy hogyan fogom tudni felrakni magamra a hordozókendőt, tehát megmutatta gyakorlatilag lépésről lépésre azt, hogy na, most átrakom a bal vállamon, most a jobbon, hátul egy keresztet, vagy keresztet, egy X-et kell képeznie, megkötni hogyan kell, hogy a baba feneke alatt legyen még egyszer áthúzva az adott hordozókendőnek a kendő része. Szóval, hogy így le tudtam tapogatni, hogy így mondjam, azt a folyamatot, amit elvileg ugye látni kéne, és ez nagyon jó volt, mert nagyon kompromisszum kész voltál ebben, illetve volt egy műbaba is, azt, ha jól emlékszem, Sanyinak hívják. Igen, Sanyi. Igen, aki azért az élő baba helyett még segített abban is, hogy kipróbálhassam ugye kicsit kevésbé súlyos formában, tehát hogy következmények nélküli formában, az is nagyon sokat segített, azt gondolom, mert utána a Sanyin gyakorolva, utána már így magabiztosan vettem magamhoz az Izabellát is, szóval így nekem ez nagyon pozitív megélés volt veled kapcsolatban. Fantasztikus, hogy mindenre emlékszel, Angi. Tényleg elmesélted a kötést, amit gyakoroltunk. Igen, mert tényleg egy nagyon fantasztikus dolognak tartom az egészet. És nagyon jó az, hogy azon dolgoztok, hogy tényleg itt nem számít az, hogy ki hány centi, hány kiló, lát, nem lát, végtaghiányos, nem végtaghiányos, hanem egész egyszerűen tudtok rugalmasak lenni, alkalmazkodni az adott igényekhez, ahogy te is megfogalmaztad. És egyébként egy röviden így megosztanád azt, hogy mi az, ami miatt jó a hordozás, tehát mind a baba oldaláról, illetve mind a szülő oldaláról, ha így fel kéne sorolnod szempontokat, mik lennék azok. Hú, hát próbálom akkor röviden, mert ez tényleg annyira tág, és mindenki, nyilván mindenki mást ragad meg belőle, amiért neki jó. Hát a legkézenfekvőbb a praktikuma, hogy az embernek marad két szabad keze, és nagyon sokan ebből az irányból közelítik meg például, hogy egy kutyát sétáltatni szeretne, és hogy nagyon nehéz a babakocsival lejutni a harmadik emeletről, és nincs lift. Sok ilyen megkeresésünk is van, és akkor innen indulnak el a szülők, hogy igen, ő csak szerette volna megsétáltatni a kutyát, vagy lejutni könnyen az utcára, és megéli ezt a nagyon szoros közelséget, ami önmagában rengeteg kommunikációt rejt magában. Hát olyan sok információm lesz a gyerekemről, önmagában azáltal, hogy testkontaktusban vagyunk nagy felületen,
hogy azt az ember előtte nem is gondolná, hogy értem, amikor fárad. Még nem alszik, csak már úgy kezd egy kicsit lemerülni az elemek. Nagyon sok gyerek ficereg, mielőtt ürítene, nem szeretnek a babák testkontaktusban üríteni. Tehát még arról is lehet információm, hogy esetleg pisilnie vagy kakilnia kell a kisbabámnak. Tehát ilyen apró rezdülések gyakorlatilag, amiket megtanultok, és egymásról tanulsz meg. Igen, ez a másik, amit én személyesen nagyon fontosnak tartok benne, hogy ez tényleg egy kölcsönös, oda-visszaható folyamat. Tehát azzal, hogy egy szülő testkontaktusban van sokáig a gyermekével, rögtön tud reagálni a jelzéseire, már sokkal kisebb jelzésre is reagál, mint hogyha távolabb van a baba, megfelelő választad a gyerek igényeire. Hát ezzel a gyerekben is nő a bizalom a szülő iránt, megnő az önbizalma is, hogy igen, én jelzek, kérek valamit, és erre van egy válasz, hogy teljesül a kérésem, például az, hogy éhes vagyok, etessetek meg, vagy melegen van, vegyetek le rólam egy réteg ruhát. És a szülőben is megnő a magabiztosság, kompetens szülőnek érzi magát, hogy igen, képes vagyok ellátni jól a gyerekemet, képes vagyok megnyugtatni. Persze ez nem mindig így van, ez nem varázsütés, hogy az ember ettől mindig tudná, hogy a gyereknek éppen milyen problémája van, vagy hogy miért sír, de ezt a tanulási folyamatot nagyon jól fel tudja gyorsítani. Örökbefogadásnál is nagyon hasznos, egyre több örökbefogadó szülő hordozza a gyermekét, és arról számolnak be, hogy felgyorsítja az egymásra hangolódást, a kötődés mélyülése, és elő tudja segíteni a nagy és hosszú idejű testkontaktus. Nagyon jó hormonálisan is a hordozás, nagyon jól támogatja például a szoptatást. Ugyanazok a hormonok termelődnek testkontaktusban, mint szoptatáskor. A prolaktin, ami a tejtermelésért felelős, az oxitocin, ami a tej leadásáért felelős. Tehát szoptatási probléma esetén is nagyon hasznos tud lenni a hordozás. Illetve akkor, hogyha valaki nem szoptat, akkor megadja a gyereknek azokat a szoptatáshoz hasonló ingereket a hordozás, ugye a szoros testkontaktus, az, hogy itt van a bőrömön, és lenyalogathatja róla a megfelelő, a mi családunkra jellemző baktériumflórát, ami nagyon fontos, hogy a mozgás benne van. Ugye a gyerekeknek a folyamatos mozgás és a folyamatos testkontaktus ad biztonságot. Tehát van ilyen kutatás, hogy kevesebbet sírnak azok a babák, akik hordozóban vannak, de én ezt kiegészíteném, hogy nem maga a hordozó eszköz teszi a csodát, hanem a testkontaktus. Tehát, hogyha valakinek nem komfortos az, hogy bármilyen hordozó eszköze beletegye a babáját, az se érezze magát ettől rosszul. A gyereknek nem a hordozó eszközre van szüksége, hanem az ölelésre, a testkontaktusra. Tehát, hogyha én a karomban tartom a gyerekem, és úgy járkálok vele fel alá, az ugyanúgy hordozás, és a gyereknek teljesen mindegy. Magunkon tudunk segíteni azzal, hogy egy hordozó eszközt magunkra kötünk, és akkor nem a karomban tartom a gyermekem súlyát, hanem az az eszköz eloszlatja a hátamon, a vállamon, a derekamon, a csípőmre. Igen, a súlyt. Mert ha belgondolok, ugye, ahogy 9 hónapig is egy kis magzat fejlődik, és benne van, ott is azért gyakorlatilag szinte ugyanaz van, mint amit a hordozóval mesterségesen próbálunk ugye neki biztosítani. Igen, abszolút. Ez a negyedik trimester koncepció, ugye, hogy a születés után még nagyjából 3 hónapig a baba is adaptálódik ehhez a világhoz, és a szülőnek is egy nagy átállás, hogy megváltozik az életünk. És igen, ebben az időszakban a babáknak nagyon nagy szükségük van azokhoz hasonló ingerekre, amiket az anyamében tapasztaltak. Igen. Tehát a folyamatos test, tehát nem is teljesen folyamatos, de sok testkontaktus, a szoros ölelés, az édesanya vagy édesapa hangja, a mozgás, ami biztosít. Igen. Szeretnék arra megkérni, hogy ha a kedves hallgatók kaptak kedvet ehhez az egészhez, vagy várandósak, kismamák, vagy akár most kipróbálnak, úgy döntöttek, mert olyan korú gyermekeik vannak, akkor hol tudnak titeket megtalálni pontosan, illetve ugye te, mint szoptatási tanácsadó is tudsz esetleg segítségre állni? Igen, én hallgató vagyok, a szoptatási tanácsadó hallgató, úgyhogy még tanulnom kell. De igen, ez a cél, hogy azzá váljak hamarosan.
A Beli Buba Baba Hordozó Iskolát a www.belibuba.hu oldalon tudják megtalálni. Ott vannak a tanácsadóink, akiket meg lehet keresni lakóhely szerint, és a közösségi médiában is jelen vagyunk, a Facebookon Beli Buba Baba Hordozó Iskola néven találhatnak meg minket a kedves hallgatók. Az Instagramon Beli Buba néven futunk, és bárhol felvehetik velünk a kapcsolatot, tudunk ajánlani is tanácsadó, tehát hogyha valaki megmondja, hogy merre felé lakik, akkor az összes arra felé dolgozó tanácsadónkat ajánljuk jó szívvel. Ugye beszéltél arról, hogy van egy másik szervezet is, ahol te igen erős pillérként működsz. Kérlek erről is egy kicsit mutasd betekintést. Köszönöm a kérdést. Igen, ez a Baba Hordozásért Közhasznú Alapítvány, aminek alapítója és kurátora vagyok. Az elnöke Fésűs Tolmácsi Petra, akivel a Beli Bubát is vezetjük, és az alapítvány célja, hogy a hordozást elérhetővé tegye minél több család számára, és ennek részeként a Beli Bubába, a hordozóiskolában képezzük a hordozási tanácsadókat, illetve népszerűsítjük magát a hordozást, hogy látható legyen, hogy az emberek értesülhessenek róla, hogy ha szeretnék, akkor ezt ők is kipróbálhassák. Szoktunk szervezni próbahordozást, ahol tanácsadóink segítségével bárki kipróbálhatja, hogy milyen érzés a gyerekét hordozni, vagy például ezeket a gyakorló babákat, hogyha gyerekével nem szeretné. Bocsánat. Vagy hogyha valaki mondjuk még a hátán nem hordozta a gyermekét, akkor tudunk neki segíteni, hogy ezt megtapasztalhassa. Bármilyen hordozással kapcsolatos témában tudunk segíteni, tehát állásfoglalásokkal, tudományos bizonyítékok közzétételével, illetve hátrányos helyzetű szülőknek szoktunk hordozóeszközöket felajánlani. Tehát aki nem engedheti meg magának, hogy vásároljon, vagy a tanácsadást nem engedheti meg magának, tehát nem szabad, hogy anyagi akadálya legyen annak, hogy egy szülő megtapasztalhassa, megélhesse ezt a közelséget a gyermekével. Tehát mi ebben is tudunk segíteni. Gyűjtöttünk hordozóeszközöket az ukrán menekülteknek is, és el is juttattuk a határa is több menekülteket segítő pontra, és azóta is támogatjuk a menekülteket a hordozóeszközök, illetve a hordozási tanácsadás segítségével is. És azt így említetted, hogy az rendben van, azt értem, hogy ha magán személyként én szeretném, hogy megtanítsatok ennek az egész hordozási technikának a rejtelmeire, de egyébként így magatokat, hát picit arra gondolok, hogy mint egy reklámforma, hogy ilyen rendezvényeken például szoktatok megjelenni? Igen. De jó. Szoktunk. Tehát azáltal is, hogy nagyon sok tanácsadónk, több mint 80 aktív tanácsadónk van országszerte, tehát ők is szoktak menni helyi rendezvényekre. Sopronba, Székesfehérvárra, Debrecenbe, Békéscsabán, mindenhol az ország területén. És ők is elviszik a hordozást a rendezvényekre. Voltunk Vadasparkban például, hogy jönnek a szülők, és akkor mi adtuk kölcsön az eszközt, és aki úgy szerette volna, akkor a hordozóval sétált körbe a Vadasparkban. De jó. Fesztiválokra is szoktunk menni, ahol kisgyerekes családok nagy számban vesznek részt. Tehát igen. Tehát a láthatóság és a népszerűsítés az általában így szokott történni, hogy igen, meg ez egy picit azért a spontanitással is jár, ugye, hogy ez ilyen spontán, tehát, hogy elmegyek mondjuk egy rendezvényre, ahol egyébként látok olyat is, amit eddig még nem, és akár ezáltal, sőt, még meg is, nem csak, hogy látom, hanem meg is tapasztalhatom, és ezáltal kapok mondjuk kedvet ahhoz, hogy én aktív felhasználó legyek adott esetben, most itt a hordozásban. Igen, ez nagyon sokszor szokott így történni, és vannak hordozós mozgásformák, sportok, táncok, ahol szintén... Tehát akkor lehet így, nem tudom, zumbázni hordozó kedvben, vagy hogy kell ezt elképzelni? Igen, pont így.
Például van a Mamin Baba hordozós Latin Fitness, ahol kifejezetten erre fejlesztették ki magát a mozgásformát is. Tehát de jó. Várandós, illetve kisgyerekes szülés után álló nőkre számítanak, és olyan mozgásformák vannak benne, amik nem túlságosan megterhelőek, illetve lehet ugye gyerekkel a háton végezni, és nagyon jó az anyának is, hogy kimozdul otthonról, kikapcsolódik, mozog, sorstársi közösségben van más kisgyerekes anyákkal, illetve a gyerekeknek is nagyon jó, mert ők is szocializálódnak, ugye a többi gyerek, aki részt vesz ezen az órán, ott nézegetik egymást, játszanak együtt, illetve bele is alszanak bármilyen mozgásba, és jól érzik magukat, és ez egy kis keretet ad a hétnek. Még ami eszembe jutott, hogy tőlem annak idején kérdezik sokszor, hogy hát nem törik össze ez a gyerek ebbe a hordozó kendőbe, meg kap levegőt, nem fog megfulladni, amiket te is említettél részben, de ezzel egyébként mi a helyzet? Tehát, hogy ha én elesek, akkor abból mit érzékel adott esetben a baba? Nyilván attól függ, hogy merre esek, merre fekszik, ezt értem, de hogy ez így veszélyes is, tehát mondjuk ki, hogy van veszélyes aspektusa is a hordozásnak? De nem tagadható le az a veszély, hogy igen, ha elesek, akkor lehet, hogy ráesek a gyerekemre. És igen, ez megtörténhet hordozás közben, nem zárható ki. Azt szoktuk javasolni, hogy mondjuk egy téli csúszós útviszonyok között hordjon az ember csúszásgátló feltételt a cipőjére, amit sportboltokban lehet kapni. Illetve ugye, ha hátamon hordozom a gyerekem, akkor ennek kisebb az esélye, hiszen általában előre esik az ember, hogyha elesik. Nyilván nem lehet kizárni azt, hogy hátra essen. Nem gyakori az a helyzet, hogy én több mint 14 éve vagyok hordozási tanácsadó, és elvétve hallunk ilyet, hogy valaki elesett a hordozott gyermekével, és nem szokott megsérülni a gyerek, olyan ösztönei vannak az anyáknak. Igen, de hogy az ember kiteszi a kezét, és ösztönösen úgy fordul még estében is, hogy a gyereknek ne essen bántódása. És itt említetted azért, hogy hátul hordozás, de hogy ott meg akkor, jó, most egy kicsi ilyen parasztülő leszek, hogy de hát ott meg bárki a szájába adhat adott esetben bármit, Vagy tényleg mi a helyzet, ha még az előre, tehát az előlévő hordozásra gondolunk, hogy akkor a megfulladás veszélye, tehát hogy ezekkel mi a helyzet? A fulladás veszély, igen, de hogy ez nagyon jó, hogy említed, Angi, ez egy valós dolog, és minden hordozási tanácsadáson fölhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy a hordozó eszköznek nagyon szorosnak kell lenni. Uh-huh. Mit jelent az, hogy nagyon szoros? Ez azt jelenti, hogy a baba ne tudjon beleroskadni. Tehát ugye, hogy a rádióhallgatóknak is ezt próbáljam szemléletesen elmagyarázni, amikor így összegörnyed egy kisbaba, vagy mondjuk akár egy felnőtt, és azt látom, hogy a háta C alakú, mint egy kis tehát egy magzat. Mint egy magzat, igen. Gyakorlatilag, igen. És hogyha szoros a hordozó eszköz, akkor ez nem történhet meg, nem tud beleroskadni a baba, és hogyha oldalról nézem, akkor a gerince inkább egy J alakot formáz, mint C-t. Ez egy nagyon fontos szempont, ez az ellen, hogy meg tudjon fulladni a baba. Másrészt nagyon figyelünk arra, hogy a baba orra és a szája előtt egyáltalán semmi ne legyen. Tehát, hogyha télre gondolunk, ne legyen kabát, ne legyen sál, ne legyen a hordozó eszköz sem ott, hogy mindig tudjon frissülni a levegő a baba arca előtt. Uh-huh. Levegőt ugyan kap, de nem mindegy, hogy ez egy elhasznált levegő-e, mint amit a hovodáskorunkban biztosan mindannyian játszottunk. Én játszottam ilyet, hogy a fejemre húztam a paplant, és alatta szépen elhasználtam a levegőt. Na, igen. Pont ugyanezt tudna megtörténni a gyerekkel is, és ahogy a babakocsiban sem takarjuk le a baba fejét, arcát, ugye a hordozóban is nagyon figyelünk, hogy ez mindig szabadon maradjon, és frissülni tudjon előtte a levegő. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a biztonsági megfontolásoknak a betartásával ez a fulladás veszély elkerülhető. És tényleg mi a helyzet azzal, ha, mert tudjuk, hogy vannak, hogy jaj, kicsikém olyan aranyos vagy, hát adok egy cukorkát. Tehát most ez így egy élő példa, tehát 5 éves gyereknél is simán még ez
ugye megvan, és tapasztalom, gondolom, te is tapasztaltad, de hogy egy pici baba azért nyilván könnyebb helyzetben, tehát ott nem tudunk rászólni, ha nem vesszük észre, mert mondjuk a hátunkon hordozzuk, hogy az adott illetőnek, hogy ezt ne csinálja, és akkor ezt így hogy tudjuk kezelni ilyenkor? Igen, ez tény, hogy volt ilyen velem is személyesen megesett, hogy a helyes kis húsos combocskáját a gyerekemnek megfogdosta egy néni, puszta jó indulatból, de hát nem figyelembe véve, hogy ő is egy ember, és nem mászhatok bele a személyes terébe, nem érinthetem meg, csak úgy. Igen. Akár egy felnőttet sem érinthetek meg, csak úgy nyilván. Azt gondolom, hogy mégis kevesebb ilyen kéretlen fogdosás, meg fölé hajolás történik a baba hordozóban, mint a baba kocsiban, amikor tényleg fölé hajolnak a babának, és kedvesen beszélnek hozzá, de köszönjük szépen, ezt is szülőként nem kérjük, és a gyerek sem kérné, ha el tudná mondani már. Tehát igen, történik ez, van ilyen dolog, de azt gondolom, hogy ez minimális. A legtöbben... Tehát nem jellemző, nem általánosítható semmiképpen sem. Hát nem, meg kiki a saját vérmérséklete és személyisége szerint ezt kezeli. Veszi vissza, utasítja, igen, vagy valahogyan kezeli. Amúgy ez nagyon érdekes, hogy nekem nem olyan régen, egy pár hete volt, nagyon olyan sokat adott, tehát én elsőre nem is gondoltam volna, hogy nekem ez ennyit fog adni. Hát ugye az egy gyakori játszótér látogatók vagyunk, ugye nyilván Izabellával, és egy anyukával elkezdtünk beszélgetni, négy gyerekes anyuka, három Izabellával egykorú, tehát ilyen 4-5 éves gyermeke van, illetve volt egy picike kis 5 hónapos kislány vele, és babakocsiba volt most, és az anyuka mondta, hogy hát... egy fontos telefont szeretne elintézni, hogy addig itt hagyhatja-e a kisbabát a babakocsival. Nekem is. Persze, hát miért ne hagyhatná itt? És el is rendesítettem, és kezdtem el hozzá csak kapcsolódni. De hogy eszembe se jutott, hogy hát most én fölé hajoljak, vagy megérintsem, hát nem, hát szóval, hogy így nagyon tehát tényleg ahányféle beállítottsággal rendelkezünk, az elképesztő, de hogy így nem, pont azért, amit te is mondasz, hogy amúgy ő egy külön emberi lény, akinek szeretném tiszteletben tartani a saját kis terét. És képzeld el, hogy miután visszajött, mondta az anyuka, hogy hát nagyon mosolyog rám, meg minden, és úgy éreztem, hogy hát én szeretném megfogni ezt a kisbabát, és megkérdeztem, de ezt is fontos szerintem, hogy kérdezzük meg, hogy megkaphatom-e az ölembe. És az ölembe került a kisbaba, és mondta, hogy persze, hát hogyne, ölembe raktam, és minden anyai ösztönöm, amit el tudsz képzelni, az újra éltem az egész, és az enyém is ilyen kicsi volt, és milyen, és egyszerűen, és maga az, hogy az a picike kis 5 hónapos kis testrecske, már bár kabátban voltunk nyilván, stb. De hogy mégis hozzám ért, és már az is előidézett egy olyan jó érzést, ahogy mondtad is, hogy akár megsimogatnak minket, akár a maguk kis módján elkezdenek cuppogni a kezünkön, hogy ezek mind olyan hormonokat is, ugye, hormonokat is termelnek. Abszolút, ilyenkor bennünk is, szülőkben, amiket tényleg így nagyon, nagyon jó érzés megélni. És hogy ez is, ezért is szerintem nagyon jó a hordozás, mert azért otthon is akár úgy, hogy nem kabátba beöltözve van a szülő és a kisbaba, hanem csak úgy egy kicsit lájtosabban, egy bodyban van, és akkor is már még jobban tudtok egymáshoz kapcsolódni. Igen, amit mondasz, ez abszolút alátámasztható biológiai oldalról is. Tehát a szeretetteljes érintésben felszabadul az agyalapi mirigyünkből az oxitocin, és még egy csomó egyéb jó érzések hormonkoktélja, és ez mind csökkenti a stresszt. Csökkenti a babában is, és csökkenti a felnőttben is. Ez egy nagyon jó érzés, és hosszú távú hatásai is vannak.
És beszélgetünk mindig csak most a babákról, de meddig lehet hordozni? Remek kérdés, és azt gondolom, hogy nem is lenne fair, hogyha erre most mondanék egy számot, hogy hány éves korig, mert ezt minden szülő maga érzi, illetve a gyerekek igénye is nagyon változó. Így aktívan, olyan másfél-két éves korig, de van olyan gyerek, aki ahogy elindul már, nagyon képes lesz járni, már nem nagyon hagyja, hogy felvegye az ember a hátára. Mást tovább szeretné, illetve van ennek egy hullámzása, vagy vannak ilyen újraközeledési időszakok a gyerekek életében, ez a második szeparációs, szorongós kor, így másfél éves kor körül, amikor megint szeretne többet együtt lenni az anyukájával, és biztosítani, hogy nem veszette el, anya ott van, és elérhető. Illetve, hogyha valamilyen betegség jön, akár egy hétköznapi nátha is, és vacakul érzi magát a baba, akkor, vagy kisgyermek adott esetben, akkor több testkontaktusra van szüksége. Ugyanaz, amit tapasztalunk hordozás nélkül is, hogy bújósabb a gyereken. Abszolút. És ezeket a nehezebb időszakokat is át tudjuk hidalni a hordozással. Illetve, hogyha mondjuk egy költözés van a család életében, vagy bármilyen veszteség, vagy kis testvér születik, ez is nagyon érdekes, ugye ez egy nagy öröm, de hát mégis egy néhány éves gyereknek ez érezhet veszteséget, és hogy ő is bújhat még a szüleihez, anyához, apához, hogy ő is lehet egy picit kis baba újra. Igen. És... Vagy bármilyen sértődés esetén, vagy elesik, szaladgál, és megfájdul a térde. Pár perces hordozás meggyógyítja az ilyen sebesüléseket. És igen. Aztán ez olyan 3-4 éves korra teljesen leszokott csengeni, és a szülőnek mindig ott van benne a lehetőség, hogy azt mondja, hogy na, édes kisfiam, kislányom, most már többet nem veszlek föl, tehát ez senki nem szabad nyomásként megjelenjen. Viszont van az a másik oldala is, hogy amikor én szeretnék sietni, és szeretném fölvenni a gyerekem, hogy ne nézzük meg az összes kavicsot és botot így az út szélén, de ő nem akar a hordozóba jönni, de különben mi meg el fogunk késni az időpontról, ahová éppen megyünk, akkor van, hogy nem örül a gyerek, és mégis az embernek föl kell vennie különben. Borul a program. Tehát igen, van egy ilyen távolodási, illetve közeledési periódus. Igen. Köszönöm szépen, szerintem ez nagyszerű zárás, és nagyon köszönöm dr. Berecz Bernadettnek, hogy elfogadta a meghívást, és szerintem egy nagyon értékes és tartalmas beszélgetésnek a részesei lehettünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást.